Nincs ok a pánikra és az élelmiszer felhalmozásra. Olvasható a kormány közleményében. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján elmondta, jelenleg nincs koronavírusos fertőzött Magyarországon. Pillanatnyilag Magyarországon továbbra sincsen koronavírusos megbetegedés, legalábbis erről szóló minta, amin beigazolódott volna, hogy bárki koronavírussal megfertőződött, nincsen. Fontos tudni, hogy a sokak által használt maszk nem a vírustól véd, hanem éppen a továbbadás megakadályozására szolgál. Hogyha valaki olyan tüneteket észlel, mint például a láz, a köhögés, a torokfájás vagy a levertség, akkor maradjon otthon és telefonon értesítse a házi orvosát, vagy tárcsázza a kormány által megadott zöld számokat. A hétköznapokban most kiemelt figyelmet kell fordítani a kézfertőtlenítésre is, javasolják az orvosok. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a betegség lehetséges elkerülésére hívta fel a figyelmet. A járvány megelőzéséhez pedig mindenki együttműködésére és felelősségvállalására szükség van, ezért kiemelten szeretnénk felhívni a magyar állampolgárok figyelmét a következőkre. Az első és legfontosabb, hogy ne utazzanak fertőzött területekre. Hogyha mégis megteszi ezt valaki, akkor kérjük szépen, hogy regisztrálja magát a konzuli szolgálatnál azért, hogy tudjunk róla és el tudjuk érni, hogyha baj van. Hogyha valaki fertőzött területről érkezik haza, akkor lehetőleg ne menjen közösségbe és figyelje saját magát is. Az országos tisztifőorvos hétfőn közölte, hogy aktualizálták a házi orvosoknak szóló eljárásrendet, amely szerint minden praxisnak rendelkeznie kell védőfelszereléssel. Amennyiben ezekből hiány keletkezik, akkor a mentőállomásokon depókat hoznak létre, ahonnan a házi orvosok igényelhetnek eszközöket.